Köszöntöm Önöket! Immár hagyomány, hogy koncertjein a Kanizsa Big Band neves és elismert zenészeket lát vendégül. A legutóbbi fellépés alkalmával az Egyesült Államok és Európa neves jazz fesztiváljait is megjárt szaxofonos Tóth Viktor társult a Big Band zenészeihez. A művész Climbing the Mountains című albuma a 2007-es év legjobb jazz lemeze lett. Saját bevallása szerint magát egy utoljáró kereső emberként látja, zenei törekvéseiben az egyetemes harmóniával vágyik egységre. Honnan a kapcsolat közted és a Kanizsa Big Band között? Hát ez sok évre megy vissza. Igazából a Big Band-del ez az első alkalom, de Vámos Bélával, a Big Band vezetőjével már sokszor találkoztunk. Ő is egy kollega, ugye? Ő a klasszikus oldalról jött, és hát a jazz felé haladt. Én pedig a jazz oldaláról is találkoztunk egy táborban, Szombathelyen, a Lamantin táborban. Három zenekarod van, csak a zene tölti ki az életedet, vagy van valami civil foglalkozásod is? Hát az igazság, hogyha valaki a zenélésre adja a fejét, és ezt komolyan kezdi csinálni, akkor azt szépen kitúrja az összes többit. Úgyhogy ez a fő. Tehát minden pillanatban a szívemben a zene van, hogyha főzök is, vagy éppen az erdőket járom. Csak hangszer, vagy esetleg mással is, mondjuk énekkel is próbálkoztál? Nem, hát alapvetően szaxofonos vagyok, de hát azért többfajta hangszeren játszom, furujázom, fúvalázom. Meg hát a szaxofonozás mellett egy jazzzenész ugye zeneszerző is, mert hogy saját zenéket írok, most már 3 lemezem jelent meg. És a saját zenekarommal, a Tóth Viktor tercettel koncertezünk, ahol ezeket a kompozíciókat játsszuk. Hát ugye az egy hosszadalmas dolog a zene megírása, a hangszerelése, a harmonizálása, tehát azért nem csak szaxofonozásról van szó. Csak jazz, vagy van más is? Azt gondolom, hogy alapvetően nincsenek műfajok. Tehát mondják, hogy van reggae, meg funk, meg jazz, meg klasszikus zene, meg népzene. Számomra csak őszinte zene van, meg azok zene van. Én próbálok őszinte zenét játszani. Persze alapvetően ez jazz gyökerű, de a legfontosabb nekem az improvizáció az egészben. És mindenfajta zenében lehet improvizálni. Klasszikus zenében is ugyanúgy lehet improvizálni, vagy népzenében is ugye variálnak és improvizálnak a hegedűsök. Tehát inkább a születés a fontos az én zenei arszpoetikámban. A Big Band zene az pedig hát gyerekkorom óta nagyon fontos, mert ez az egésznek az alapja. Tehát ez egy olyan iskola, egy olyan kincsestár egy fúvó számára, amit nem lehet kikerülni, és mindig örülök, hogyha újra Big Bandbe kerülök, mint ezen a napon is.
Nyilván egy big bandben nem csak a zene a lényeg, tehát nyilván a legfőbb dolog, de kapcsolatok, emberi kapcsolatok, ami szintén... Azt gondolom, ez minden művészeti formában ez nagyon fontos, hogy emberi kapcsolatok, tehát nem csak hangokat játszunk, hanem egymás lelkével próbálunk hidat találni. A Big Bandben nagyon-nagyon fontos az, hogy az egész dolog egyszerre lélegezzen. Ugye vannak a kórusok, most én igaz, hogy egy vendég vagyok itt, és az első szólamot fújom, de még van rajtam kívül 4 úriember, adott pillanatban hölgy, akikkel nekünk nagyon együtt kell dolgoznunk, annak az 5 embernek együtt kell lélegezni. És ugyanez van utána a többi szekcióval, és az egésznek egy hangszerként kellene szólni, hát ez rengeteg munka. Én tudom, hogy nagyon nehéz, sok embertől kérdeztem, de megkérdezem tőled is, mit jelent számodra a zene? Próbáld meg nekem ezt szavakba önteni. Szabadságot. Akkor te kivétel vagy, mert nagyon sokan azt mondták, hogy nem tudják megfogalmazni. Jó, hát persze az alapvető dolog a beszéd, az nem fejezi ki a lelki dolgokat, de hát egy kérdésre szavakkal tudok csak válaszolni. Vagy lehet az is, hogy itt némán ülünk egy pár percig, és átsugárzom gondolati energiával ezt a vibrációt, de azt lehet, hogy a nézők nem értenék. Lehetséges. Van-e kedvenced, úgy, mint zeneszerző, úgy, mint esetleg zenész? Húha, én most ebbe belekezdenék ebbe a sorba, akkor azt hiszem, hogy ez nagyon hosszú interjú lenne. Nagyon sok zenészt és stílus tisztelek. Igazából, ahogy mondtam is, a legfontosabb nekem a lélekteljesség vagy őszinteség. Tehát ugyanúgy a szívemben a példaképeim között ott van az akadémikus, magasan képzett jazz improvizatőr, és ott van az a bolgárhegyekből megismert parasztember, aki egy saját keze által készített hangszeren játszik, és nem hallott soha életben más zenét, csak ott, amit ott a bolgárhegyekben játszott, és volt szerencsénk találkozni vele, és a kettőnek a művészeti értéke és a lélekteljessége az ugyanaz. És hát mind a kettő dolog nagyon fontos az én zenémben. És még van 140 ilyen példa és ilyen ember itt. Hogy érzed magad fönt a színpadon? Nagyon, nagyon, nagyon jó nekem játszani. Igazából majdnem, hogy mindegy, hogy ez a színpadon történik, vagy gyakorlok, vagy egy próbán vagyok, vagy csak úgy játszogatunk, mert hogy ez a zene, amit én csinálok, azért ez nagy részben improvizatív zene. Jazz azért az az. A legnagyobb segédeszköz abban, hogy a pillanatban legyünk, hogy ne azzal foglalkozzál, hogy tegnap mi volt, holnap mi lesz, mit fogok csinálni 12 perc, szóval most azt a hangot próbálom eljátszani, amit nekem most kell. És ez egy nagyszerű dolog, hogy ezt kutathatja az ember, és nem más dolgokkal foglalkozik. Ezt érzem a színpadon. Nagyon nagy öröm, meg a zene az egy hihetetlen nagy tanítómester számomra, tehát nagyon kevés dolgot tudok az életben, de amit tudok, az mindent a zene által. Mert hogy olyan mélységekbe vagy magasságokba tud eljutni az ember azáltal, hogy keresi a legigazabb hangokat és a legodaillőbb hangokat, a pillanatban odaillő hangot, hogy aztán meglát olyan tudásokat, meg olyan tanításokat, amit könyvekből sem értene meg. Ott pedig nyilvánvalóvá válik. Kodály szerint a zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő, nyilván hallottad ezt az idézetet már.
ahogy így beszélsz, én úgy érzem, hogy te abszolút ezzel egyetértesz, és így élsz. Hát igen, igen. Hát jó lenne, hogyha minden ember valamilyen szintén tényleg kapcsolatba kerülhetne a zenével, akár a tojásrántott a sütés közben az énekléssel, vagy igazán, vagy hogy az emberek elmennének koncertekre. Sokan mondják ugye, hogy milyen nehéz, hogy esetleg nincs pénzük az embereknek, vagy nem járnak, nem hallgatnak jazzt, vagy ilyen zenét, vagy olyan zenét. És nekem az a tapasztalatom, hogy az ember, egy társaság már ott van egy koncerten, vagy mondjuk az én koncertemet, men, sosem tapasztaltam még azt, hogy fú, hát ezt nem bírtuk hallgatni, ez a zene, ez nekem nem meg. Szóval igazából megérzik az emberek, hogy a szívből jövő dolog jön. És hogy csak bátorítanak mindenkit, hogy menjen és merje kipróbálni. Tehát, hogy inkább ezt kellene levetkőznünk talán ezt a bizalmatlanságot. Á, nem megyek, mert lehet, hogy ez nem fog tetszeni. El kell menni és be kell lélegezni. Aztán lehet, hogy az a klasszikus koncert, vagy kortárs koncert, vagy tudom én milyen hip-hop koncert, vagy jazz koncert, az nem nekem szól. De lehet, hogy mégis olyat tanulhatok, amit máshogy nem tanulhatok.